A hegyvidéki sportközpont Balha a tervezetnél kicsit lassabban is, de visszatértek az úszni vágyó gyerekek, vagyis az úszó tanfolyamokat a Covid előtt megszokott rendben szervezik, már a 8. turnust kezdik. Március elejétől az óvodák is szinte teljes létszámban hozzák a kicsiket úszni. Az úszodán kívüli programokat is teljes erőbedobással szervezi a sportközpont, ám itt némi változtatásra volt szükség. A Fit leszel, ha itt leszel versenyünket, ami egy sorverseny, itt mindig ezzel nyitjuk az évet, ezt el kellett halasztanunk. Most azon dolgozunk, hogy ezt áprilisban valami amikor újra felélesszük és megtartsuk az általános iskola alsó tagozatosainak és az óvodások részére. Ennek az előkészületei zajnak most jelen pillanatban. Valamint gőzerővel készülünk a következő nagy eseményünkre, ami az előz meg a fogaskerekűt. Az április 23-án és szombati napon lesz. A Hegyvidék Sport oldalán tudnak majd a csapatok egyéni kerékpáros versenyzők jelen iskolák, óvodák a maga a túraverseny részére. A sportot kedvelő hegyvidékieken kívül az ország legtávolabbi területeiről is érkeznek indulók a fogaskerekű legyőzéséért indított versenyre, sőt az európai, amerikai és afrikai kontinensről is rendszeresen érkeznek amatőr, illetve félprofi atléták a különleges viadalra. A táv a tervek szerint idén is csak 4,5 km lesz, ám ezt az utat 325 méteres szintemelkedés nehezíti. Egy másik, a kerületben élők egészség megőrzésével kapcsolatos programról is beszélt Mócán Mónika. Az aktív hegyvidék keretein belül az önkormányzati zöldirodával közösen alakították ki a Zöld Recept kerületi programját. A Zöld Recept lényege az az, hogy a házi orvosok csatlakoznak ehhez a programhoz, és tulajdonképpen a beteg, amikor elmegy, az orvos felírja a sportolást neki receptre. Ez ugye annak idején ez Új-Zélandból indul, és egyébként Nagy-Britanniában és az USA-ban is több helyen is alkalmazzák, az északi országokban is alkalmazzák ezt a fajta recept felírást. A Hegyvidéki Sportközpont honlapján részletes információkat olvashatnak erről a programról, amelyhez az aktív hegyvidék nagyon sok ingyenes lehetőséget kínál. Más korosztálynak, főleg az általános iskolásoknak szól az a sportolási lehetőség, amely akár az egész életüket is meghatározhatja. A Hegyvidéki Sportközpont 4 éve indította el a kézilabda utánpótlás nevelő szakosztályát. Egyre népszerűbb a kézilabda itt nálunk a Hegyvidék Sportban is. Ugye ezt 18-ban indítottunk, és most már közel 40 gyermek jár ide, különböző korosztályokban. Vannak ugye kezdő csoportok, és egy U13-as csoport is, aki versenyeken vesz részt, ilyen diák bajnokságokon, és elég szépen szerepelnek, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk a kis kézilabda csapatra. Az U13-as bajnokságban szereplő srácok felnőttek a feladathoz, és folyamatosan kapaszkodnak fel a középmezőnyből, de már az ő utánpótlásuk is biztosnak tűnik, ugyanis annyian jönnek a kézilabda edzésekre, hogy szeptembertől még egy csapat indítását tervezi a sportközpont.